Sziasztok, Everybody itt Kaktusz, és ez itt a Let's Play-nek a 39. része lesz. A mai rész szintén laggolással kezdjük, mert megint megy a csirke van. De nem ez a fontosabb, hanem az, hogy megvan a elegendő emerald. Eladtam rengeteg papírt, és így sikerült 43 emeraldot összeszednem. És ja, most megvesszük a mendinges könyvet, a utolsót, az íra. És akkor ja, mindenünkön lesz már mending, ami rohadt jó. És nézzük is meg, hogy mennyire meg fogjuk venni. Nagyon ennek semmi értelme nem volt ennek a mondottak. Nincsen könyvem, ahogy valószínűleg bőröm sincsen. Mert nem használom egyszerűen a tején farmot. Egyszerűen mindig elfelejtem használni azt a tején farmot. Na mindegy. Most elkezdem azokat a farmokat használni, meg feltölteni mellettük azokat a kajás cseszteket, amik beletetni fogom őket. Mert nem állapotos, soha nincs bőröm, meg ilyenek. Szóval nagyon is kéne nekünk bőr. Meg különben a búzafarmot is majd le fogom aratni, de ez csak videón kívül, vagy csak egy vágás keretein belül, vagy nem tudom, de nem most az biztos. És ja, akkor van bőrünk, csak nem tudom, hogy van-e papírunk, mert most nemrég költöttem el az egészet, azt hiszem. Vagy azóta szerintem már lehet learattam a sugárkén farmot, és akkor lehet, hogy megint van elegendő. Ja, azóta már learattam. De maradt is 7 papír amúgy. És jó, itt a könyvünk, és akkor most veszünk egy mendinget. Rárakjuk az íra, aztán pedig folytatjuk a szóltírozó rendszeres barlangot. Mert... Szóval, hogy nagyon jó ötleteim támadtak vele kapcsolatban, amiket meg fogok csinálni, és szerintem jól is fog kinézni, legalábbis nagyon remélem. És hát ja, az akkor az nagyon király lesz. Most ha megvan a mending, az utolsó mending, akkor elrakjuk az íjra mindjárt. És akkor az íj sem fog törni nagyon. Bár mondjuk eddig sem nagyon tört, mert Unbreaking 3 van rajta, meg alapból is az íjak lassan törnek. Szóval nem volt itt ilyenekkel problémám, de azért most már még királyabb. És pont annyi szinten van, amennyi kell. Ez de mázdi. És akkor most már ez is javul. És lehet, hogy a csirkefarmot le kéne majd aratni, mert a szettemben is azért... Hát mondjuk alig. Addig lehet ezen már javítani, de azért ez is javuljon, meg az eszközeimben is egy kicsit kell csak javítani. De azok azért kellenek. Szóval hát ja. Most megmutatom, hogy... Hogy ástam tovább itten a dolgokat. Szóval így ástam őt tovább. És így lesz így nagyon sokáig, ameddig amennyi itemet el akarok tárolni, addig lesz így. Szépen egyre-egyre lejjebb fog menni, és szerintem ez így nagyon jól fog kinézni. És hát ja. Akkor. Összerek mindent, ami kelleni fog, szintén ahogy szoktam. Kelleni fog kő, meg mindenféle díszítő elem. Majd meglátjátok, miket fogok alkalmazni. Egy eléggé érdekes dolgokat fogok alkalmazni amúgy. De majd meglátjátok, milyen jól fog kinézni. Jó van, ki is pótoltam kőre, és hoztam is olyan anyagokat, amik nem voltak nekem. Mint például a glowstone. Meg a fa. És folytattam is a hidat kicsit. És akkor kezdjünk is bele ebbe a dizájnba, amit én annyira meg szeretnék itten csinálni. Az lesz a lényeg, hogy először is itt ezt oldalt itt... Hát így nagyjából kiföldezzük, nem mindegyik blokkot, csak úgy nagyjából kiföldezzük itt a dolgokat. Oké, így. Így ez így nagyon jól néz ki. És... Akkor most jön egy olyan dolog, amit még nem tudok annyira, hogy hogy akarok. De szerintem itt lesznek glowstone-ok. És akkor rájuk rakok lombot. És akkor az itt tök jó lenne, szerintem. Legalábbis jól néz neki. Mert... A lomb és a glowstone kombó az abban a rohadt nagy szakadékomban is tök jó volt, szóval szerintem itt is jó lesz. És akkor megcsinálom. Oké, így. Így gondoltam nagyjából. De ez még egyelőre túl szabályos, emiatt nem csak ennyi lesz az egész, hanem hogyha sikerül oda feljutnom, akkor... ide. Ilyen füves földet fogok rakni mind a két oldalra, és rá a cukornádat, úgyhogy majd mögötte titkosba bevezetek vizet. És akkor majd a cukornálat le tudjuk ide rakni, mert szerintem az nagyon-nagyon jól néz neki. Hogy megnő ilyen két blokk magasra, és akkor ilyen cukornát fal lenne. Csak nincs elég füves földem, és még víz sincs szerintem elég nálam.
Szóval ezeken majd el kell, hogy menjek. Na ezt így gondoltam, most már csak az a kérdés, hogy hogy vezessem be itt a vizet. Mert szerintem ahhoz itt ki kell ütnöm ezeket a blokkokat, mint hogy meg tudjam ezt csinálni. Ami nem annyira gazdaságos, de megcsinálom, hogy azért legyen nekünk itten egy jó kis cukornád ültetvényünk, ami nagyon-nagyon szépen fog kinézni. Csak megnézem, hogyha most innen levezetem a vizet, akkor az tényleg lemegy az aljáig. Vagy szerintem pont nem fog. Igen. Ja nem, pont hogy jó. Pont hogy jó, igen. És akkor ez így tökéletes lesz. És akkor ide ültetgetünk majd szépen így cukornádakat. És így ezek megnőnek két blokk magasra, nagyon-nagyon jól fog kinézni. Viszont most ezt így visszatömöm. Habár, aha, az ott nem lesz jó. Mert hogyha ezt most eltömöm, akkor a víz nem fog oda elfolyni. Emiatt ezt így fogom megcsinálni, és akkor elvileg... Aha, akkor így se lesz jó. Akkor így. És így. Így. Így végül is jó. Elmegy odáig, jó van. Akkor így fogom ezt itt is megcsinálni, meg mindenhol máshol. Fú, de jól néz ki. Hogyha ezek megnőnek két blokk magasra, akkor még durvábban fog kinézni. Hát ez baromi jó. Jézusom, de jól néz ki. Fú, hát ez nagyon-nagyon tetszik egyelőre. De most az a kérdés, hogy hogyan tovább, mert azért ennyire sok ötletem nem volt ezzel kapcsolatban. Mondjuk azt még tudom, hogy én ezt úgy akartam, hogy... Ahova nem raktam ilyen füves blokkot, hogy nem tudom, hogy... Egy-kettő helyre így elültetek búzát, és akkor azt mondom, megnöveztem, és akkor nagyon jól fog kinézni, hogy így ezek meg vannak nőve. Hát lehet, hogy ti ezt így még nem gondoltátok át. Vagy nem tudjátok ti még, hogy ez milyen jól néz ki, mert nem láthatatok ilyen dizájnt olyan gyakran. De higgyétek el, nagyon jó, hogy ezek itt tényleg megnőnek. És hát ja. Ezt akkor bekapálom itt oldalt, lehet, hogy így füvesen egyelőre azt látjátok, hogy jobb, de nem. Így sokkal jobb lesz ezzel a módszerrel, amit most én ide fogok csinálni. Wow! Én amikor ezt kitaláltam, hogy ezt most megépítem, akkor azt gondoltam, hogy hát nem fog olyan rosszul kinézni. De ez nem néz ki rosszul, hát ez baromi jó. Hát ez mocskos jól néz ki. Hát Jézusom, de jó ez. Szóval, hát ez nem semmi. Erre azt mondom, hogy ez itt nem semmi. Viszont... Le kéne szedni a csirkéket, mert már tényleg nagyon laggolok. Most gyorsan leszedem, aztán meg még majd folytatom. Mert még azért még kell ide valamit dizájnolni. Na, leszedtem a farmot, és... Most jön a következő dolog, amit meg szeretnék csinálni. Az lesz, hogy itt így végig liánozom a... az oldalát ennek a kis hídnak. És akkor a vízig le fog nőni. Ami jól fog kinézni szerintem. Bár igazából nem tudom még annyira, hogy jól fog-e kinézni. Csak valószínűleg tartom, mert... Ez is egy jó ötlet aztán. Ez csak jól nézhet ki. Mondjuk ezt itt valamiért nem lomboztam be annak azt az oldalát. Szóval ezt is belomboztam. És ja, akkor ezt itt most megcsinálom mindkét oldalom. Jó van, így körbe is raktam, mondjuk közben elfogyott az indám, de elmentem és vágtam az inda farmból. És szerintem a tetőre kellenének lámpák. Mármint glowstone. Szóval valahogyan valamiféle dizájnt ide be kéne vinni, hogy... Lehessen a tetőn valamilyen formában glowstone lámpa. Ide erre a részre biztos, hogy nem fogok rakni, mert valószínűleg az hülyén néz neki. De azért egy ilyen kis izét csinálok ide, mert ez kell. Hogy... Szóval ne nézzen ki annyira hülyén. Mert ez kicsit rossz, hogy itt van ez a... Szóval itt van a felső bázisunknak az alja. És akkor ez belátszik ide, miatt ezt ki kellett köveznem. Ez nem a legjobb, de... Hát most van ilyen. És ja, akkor úgy lesz, hogy ide glowstone-okat rakok, megnézzük, hogy hogy jön ki. Mert nem akarok mindegyik blokkba rakni, mert az úgy annyira nem néz ki jól, de szerintem, hogyha így rakok ebbe a kettőbe, az is jól néz ki. Szóval így lesz, és akkor ezt így befedem lombbal. És ez így jól fog kinézni szerintem. Na jó, kell ez ide. Muszáj lesz ezt itt is így megcsinálom, mert különben nem néz ki valami jól. Szóval meg fogom itt is csinálni. Mindenféleképpen. Aha. Ide nem rakhatok világítást, mert akkor az fellátszik, szóval akkor csak itt simán kirakom lombbal, mert
Meg különben szerintem elég hülyén néz neki. Viszont így jó. Így nekem tetszik. Őszintén szólva. Főleg, hogyha majd megnőnek oldalt a sugárkének, még jobban fog kinézni. De még amúgy van még mit javítani ezen a rohadt életben. Mindegy, ezt most visszajutatom, aztán majd megnő. Van még itt mit javítani, mint például az, hogy ezeknek a köveknek a helyére rakadték füves földet. Mert hogyha lomb van a blokkon, akkor az nem fog ilyen normális földé visszaalakulni, szóval ezt megcsinálhatnám simán. És akkor még jobban néznek ki szerintem. Fú, de jól nézünk ki. Ez még jobb is, mint volt. Hát ez baromi jó. Mondjuk szerintem még lehetne ezen mit javítani, de most egyelőre nincs több ötletem. Majd meglátjuk, lehetséges, hogy még majd kitalálok valamit, amit jobban néznek ki, mint például azokban a sarkokban nincs semmi még díszítve. Szóval oda majd még kitalálok valamit, de azt már csak a következő részben, mert lehet, hogy nektek ez egy rövid rész volt, tele volt vágásokkal, de én már nagyon sok ideje itt ülök a gép előtt, szóval hát jó, ez egy ilyen rész volt, viszont megígérem, hogy a következő rész izgalmasabb lesz, hiszen ott már az automatikus szóltírozó rendszert fogjuk megcsinálni. És ez a szóltírozó rendszer azért igényel magyarázást, hogy ti is meg tudjátok majd csinálni. Emiatt kevesebb vágás lesz, és így több. Szóval több vágatlan rész lesz, és akkor hosszabb lesz a rész, és izgalmasabb lesz, meg minden ilyen szírszal. És ennyit termeltek már az Iron Golemek, ami nagyon sok. Szóval, hogyha ezt most nekem ki kellett volna bányászni, az lehet, hogy nem tartott volna olyan sokáig, de én nem csináltam tulajdonképpen érte semmit, csak megépítettem azt a farmot, aztán működött. Szóval eléggé effektív ez a Iron Farm. Tök jól működik. De ja, ez a rész akkor ennyi lenne. Ha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot, és hamarosan találkozunk a következő videóban, azaz holnap. De addig is, sziasztok!